A csillagokhoz, vagyis bizonyos bolygókhoz kerülhettek közelebb a felső tagozatos általános iskolások a Matthias Corvinus Collegium székesfehérvári képzési központjában. Az MCC fiatal tehetség programjában pedagógiai módszertanra épülő, gyakorlatorientált bemutatókon vehetnek részt a diákok egy-egy témakörhöz, jelen esetben a bolygókhoz kapcsolódóan. Érdekesek, hogy mi minden lapul még ott, amit nem fedeztek föl. Van esetleg kedvenc bolygód? Hát úgy mindegyik. A szervezők bíznak benne, hogy a program során minél több kisgyermek vehet részt a Fiatal Tehetség Program rendezvényein. A hónapban megkerestük a város összes negyedikes kisdiákját, és toborzásként nyílt napunkat is meghirdettük náluk. A mai napon igen, jövőkutatás és űrfizika lesz a téma, de tartottunk már természettudományos kísérletek bemutatót is. A gyerekek ezúttal Boldog Ádám csillagász interaktív bemutatója és útmutatása alapján juthattak el a csillagokig. A módszerünk pedig az, hogy egyrészt a naprendszernek a bolygóival megismertessük őket tűzsbolygók segítségével. Egy kicsit a kezükbe vehessék a naprendszert, a gravitáció és a görbült téridő titkait pedig egy téridő trambulin segítségével fogjuk majd neki bemutatni. De hát valóban megérinthetik itt az univerzumot, hiszen meteoritokat is vehetnek majd kézbe, és mikroszkóp alatt is megvizsgálják azokat. A Matthias Corvinus Collegium a Fiatal Tehetség Program keretein belül folyamatosan szervez különböző rendezvényeket, melyek a gyermekek számára hivatottak minél szélesebb körű tudományos ismereteket átadni.